Tehát fontosnak tartom a közvéleményt, az egri polgárokat, az Eger környékén élőket következőkről tájékoztatni. Bizonyos, hogy az Eger város lakossága és az Eger környékén élő települések lakosságainak a döntő többsége igényli az Egeren átmenő 25-ös út forgalmát tehermentesítő útnak a megépülését. Hozzáteszem, ez nem csak a 25-ös út forgalmát fogja mérsékelni, hanem az egyéb belső észak-déli irányú utak forgalmára is alaposan ki fog hatni. Ezért mondhatjuk azt, hogy az elkerülő út minden kétséget kizáróan érhetőbbé fogja tenni a várost. És az én megítélésem, meggyőződésem szerint konszenzus van abban a kérdésben, hogy olyan nyomvonalúnak kell lenni ennek az elkerülő útnak, amely segít Eger közlekedési problémáin, és amely a legkisebb érdeksérelemmel fog járni. Ezért kimerem jelenteni, hogy politikai kalandorságnak tartom, hogy ebben a kérdésben szembeállítják Eger város polgárait. Ugyanis ez az út nem csak minket, akik most élünk itt Egerbe felnőttként, hanem még a gyermekeinket és az unokáinkat is fogja szolgálni. Ezért én azt gondolom, hogy felelős mindenki, aki ma nyilvánít véleményt, nem csak a magáért, hanem az utódaiért is, az következő generációkért és Eger jövőjéért is. Magam részéről bízom az egriek bölcsességében. És azt is ígérem, hogy amennyiben az egriek véleménye többségi formában egyértelműen testet ölt az elkerülő út nyomvonalával kapcsolatban, azt fogom felelősen képviselni, legyen az bármelyik nyomvonal is. Azt is ígérhetem, hogy az elkerülő út mielőbbi megvalósulásáért minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. Az egri állampolgár kezdeményezésére indult népszavazási kezdeményezés kapcsán fontosnak tartom az alábbiakra rámutatni. A népszavazás és a népszavazás kezdeményezésének a joga is a demokratikus hatalom gyakorlásnak egy eszköze. Ez lehetőséget ad arra, hogy az állampolgárok közvetlenül is részt vegyenek a közéletben, a közügyekben. Ezért minden ilyen kedvezményezés, kezdeményezés én üdvözítőnek tartok. De arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az állampolgári kezdeményezés felelősséggel is jár. És én gondolok arra, hogy nem lehet, hogy azt bárki politikai haszonszerzésre vagy adatbázis szerzésére használja föl. Véleményem szerint mi egriek nem hagyhatjuk, hogy a szakmai érveket felváltsák a politika által gerjesztett indulatok. Ezért nem lehet megengedni, hogy a választópolgárok a népszavazással érintett kérdésekben ne kapjanak szakmai tájékoztatást. Hiszen egy út nyomvonal meghatározása alapvetően egy szakmai kérdés. És talán a legfontosabb, amiért kértem, hogy itt legyenek. Elmondhatom, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban én többször személyesen egyeztettem az időközben megszűnt Nemzeti Infrastruktúrális Fejlesztő ZRT jogutódával a közlekedési és építési minisztériumnak a szakállamtitkárságával, beleértve az államtitkárt, a helyettes államtitkárt és gyakorlatilag a szakembereket a mérnökökkel. Ezért úgy gondoltam ezzel összefüggésben, hiszen két közérdeklődésre számottartó kérdés is foglalkoztatja az egrieket, hogy ezekben a kérdésekben, illetőleg az Heves megye egyes számú választókerületben, kerületében élőket a
leginkább érdeklő, közérdeklődésre számottevő kérdésekben szeretném, hogy minél szélesebb körben lehetőségük legyen arra, hogy hozzám közvetlenül véleményeket csatoljanak be. Ezért létrehoztam egy honlapot. A honlap szombaton reggel 6 órától lesz elérhető. Az elérhetősége www.egriekvéleménye.hu. És miután ilyen közérdeklődésre számottartó kérdésnek tartom, témának tartom az EGRI elkerülő út megépülésének a kérdését, illetőleg az út nyomvonalához kapcsolódó helyi népszavazás kitűzésére irányuló eljárást, ezért úgy gondoltam, hogy a minisztérium által rendelkezésemre bocsátott az EGRI elkerülő út nyomvonala tekintetében kialakított új nyomvonal, alternatív nyomvonal tervezetet is megosztom ezen a honlapon. Tudni kell, hogy ez egy olyan nyomvonal tervezet, amit a tervezőkön és a minisztériumi vezetőkön kívül még soha senki nem látott. Ezen a honlapon lesz először megtekinthető a nyilvánosság számára. És én azt gondolom, hogy amiket most elmondok, azt hogy is mondjam, jól tudják majd tolmácsolni. Ezen a honlapon lesz egy térkép. Ezen feltüntetésre kerül, a korábban nevezzük külső elkerülő nyomvonalnak, az egyébként már nem létező úgynevezett belső nyomvonalnak, és lesz egy harmadik változat, amelyet az összes beérkezett vélemény, meg a szakmai évrendszer szakmai szempontú figyelembevételével egyeztetett véleményeket fog tükrözni. Ennek alapján alkották meg a mérnökök. Nevezzük ezt köztes nyomvonalnak. Tehát a lakosság és valamennyi érdekelt fél részéről bejött észrevétel, és a szakmai szempontokat ötvözték ebben az úgynevezett, nevezzük harmadik, nevezhetjük köztes nyomvonalnak is. A szakemberek mindegyik nyomvonalhoz tartozóan adnak egy kifejezetten objektív és szakmai alapú leírást az egyes nyomvonalakhoz tartozóan. Ezek az objektív és szakmai alapú információk véleményem szerint segíthetik az EGRI-eket és minden érintettet abban, hogy megalapozott álláspontot alakítsanak ki az út nyomvonalak kapcsán. Azt várom, azt kérem, hogy minél többen nyilatkozzanak meg az EGRI-ek, illetőleg az EGER környékén élők, akik várhatóan napi vagy heti rendszerességgel fogják használni ezt az elkerülő útat. Véleményt formálni, pontosan azért, mert ugye ez az út ez jobbára vagy jó részt az EGRI-ek, illetőleg az EGER vonzás körzetében élőket fogja szolgálni. A EGER-ben, illetőleg a vonzás körzetben élőktől várom a véleményeket. Véleményüket az adatkezelési feltételek elfogadásával, név, lakcím és e-mail cím megadásával tehetnek. Számomra a választópolgárok közvetlen véleménye megismerése, tehát a vélemény közvetlen megismerése egy fontos szempont. Úgy gondolom, hogy segítik a munkámat, segítik azt, hogy minden választópolgár érdekét tudjam képviselni.